540,000 American troops, and thirty-one thousand who died there. Using an apple two is very easy. For the truth to sink in, we gotta catapult the propaganda. Üdvözlünk mindenkit, ismételten itt vagyunk Info bubble lel és egy új témát hoztunk. Ezúttal nem a, nem az új világrendről lesz szó, kicsit talán nem fogalmazok rosszul, ha azt mondom, hogy izgalmasabb, sokak által érdekesebbnek talált témával fogunk foglalkozni, egy ennél is megosztóbb témával, ami nem más, mint a lapos föld. Én nagyon nem tudok ebben a témában még álláspo, állást foglalni, viszont nagyon érdekesnek találom, és nyitott vagyok rá, úgyhogy szeretnék mindenféleképpen tudni erről a témáról többet. Az első kérdésem talán az lenne hozzád, hogy te mióta ismerkedtél meg, mikor találkoztál először ezzel a témával, és hogyan szembesültél azzal a dologgal, hogy lehet, hogy a Föld nem olyan, amilyennek azt tanították. Oké. Okay. Üdvözlet mindenkinek! Én nem is tudom pontosan, hogy mikor találkoztam először, de nagyjából szerintem 2015 év vége lehetett, amikor így ez az egész összeállt, hogy nem csak a maga a föld alakja, hanem az egész világot uraló összeesküvés, meg mindazok az erők, amelyek mozgatják és uralják, irányítják az életünket. Úgyhogy ez 2015 év vége, 2016 január körül volt, amikor végérvényesen eldölt, hogy, hogy nem csak bizonyos dolg hazugság, hanem gyakorlatilag minden, amit mi a világról tudunk. Ez volt nagyjából az az időszak, amikor eljutottam idáig. Mik voltak az első olyan bizonyítékok, vannak dolgok, amiket úgy gondolod, hogy megcáfolhatatlan azzal kapcsolatban, hogy lapos a föld? Oké. Okay. Ami először számomra, hogy mondjam, nem is maga a Föld alakja volt az, ami, ami érdekelt engem, Én, amivel foglalkoztam, az sokkal inkább ezek az összeesküvések, a különböző háttérhatalmi játékok, és, és maga a nagy színház én úgy fogalmaznék, amit, amit a legtöbben valóságnak hívna. És aztán szerintem azok, akik nézik a, a te csatornádat, akik követik azt, hogy esetleg akik az enyémet, azok szépen lassan ráébrednek arra, hogy, hogy egyre több és több olyan dolog van az életben, ami más, mint, mint aminek tűnik, vagy aminek mi gondoljuk, vagy éppen azt nekünk mondták. Ahogy így haladtam előre, ebben a folyamatban, úgy egyre több dolog állt össze a fejemben elkezdődött, ha jól gondolom, akkor a pénzügyi rendszerre, hogyan működik a, a gazdasága a világnak, nem csak úgy, úgy az egész világ az idézője, tehát globalizáció, hanem, hanem maga a pénz hogyan keletkezik, illetve mi az, ami mozgatja a gazdaságot. Azután innen tovább vezetett, az út, az orvostudomány, akkor a gyógyszeripar, ezek után a pszichiátria, oktatási rendszer, és ahogy így haladtam előre, szépen a média természetesen, a hírekvilága, a szórakoztatóipar, mindenképp a zene különösen, a filmek, az azokban található szimbólumok, azok a dolgok, amiket most a, a te nézőid vagy követőid, Amikkel ők szembesülnek, ha jól látom a videókat mostanában, hogy hogy ezek a dolgok jelentenek valamit, és ennek van egy üzenete, és ez sokkal több annál, mint hogy, hogy egyszerűen ott van egy csillag, vagy ott van egy gömb, vagy egy dom, vagy egy háromszög, vagy akármi, vagy egy szem. És akkor ahogy így haladtam előre, szépen világossá vált, hogy, hogy ez a világ több, mint, mint aminek tűnik. Aztán a, a leges legvége az volt, hogy rájöttem arra, hogy gyakorlatilag az összes úgynevezett űrügynökség, az mondhatjuk azt, hogy egy cég. És hogyha valaki rászánja az időt, mondjuk azt a három percet, amiben telik az, hogy, hogy 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 néznek ki a különböző űrügynökségeknek a, a logói, akkor rájön, hogy gyakorlatilag mindegyik ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy melyik országról van szó. Szóval most itt a képen ez Kanada éppen, Észak-Korea, Kína, illetve ez az amerikai Egyesült Államok, jól látom, de teljesen mindegy, hogy ki, ugyanazok a jelek, ugyanazok a szimbólumok találhatók meg benne. És akkor így az ember összerakja a képet egy idő után, hogyha ugyanazok a szimbólumokat használják azok az országok, akik azt mondják, azt állítják magukról, hogy ők, ők egymás ellenségei, mint észak vagy az USA, vagy Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok, akkor miért használják mégis ugyanazokat a lókat? Szóval innen, aztán már csak egy lépés volt megérteni azt, hogy ez is ugyanúgy, mint ahogy minden más, egy hazugság. Röviden ez a történet, hogyha ha ilyesmire gondoltál. Akkor igazából meg te sem ítéled el azokat az embereket, gondolom én, akik ezt nem tudják elfogadni, mert valamilyen szinten érthető, hogyha képesek voltak felépíteni egy ekkora hazugságot, egy globális szintű hazugságot, amiben az ember nem csak, nem csak, találkozik az ember, hanem ebbe születik bele, ebben nő fel, ezt nevelik bele teljes mértékben, azzal azért igencsak nehéz szembesülni, hogy semmi sem volt konkrétan igaz, amit tanult. Természetesen arról szó sincs, hogy, hogy én bárkit is elítélnék, sőt, igazából már most megváltozott a, az egész hozzáállásom ehhez az egészhez, még korábban úgy gondoltam, hogy hogy lehetséges az, hogy ezt nem vágják az emberek, meg ezt nem lehet megérteni, meg hogy, hogy nem értik, meg tudatlanok, meg akármi. De aztán rájöttem, hogy én ugyanolyan voltam öt éve, mint, amik, mint azok az emberek, akikről most így gondolkodom. Szóval igazából nincs is semmiféle létjogosultság annak, hogy én azt gondoljam, hogy, hogy most én kitaláltam ezt a dolgot, és én esetleg ezért okosabb vagyok, vagy jobb, hiszen néhány évvel ezelőtt én ugyanúgy el voltam a világban, mint most ezek az emberek. Szóval arról nincs szó, hogy én lenézném őket, vagy elítélném ezért, vagy bármi ehhez hasonló. Inkább így, mikor az embernek kinyílik a szeme, akkor, akkor utána nagyon nehéz már azt megérteni, hogy a világot az előtt egyértelműnek tűnik, hogy hogy ez egy, ez egy, hazugság, de hát ezt megpróbálom már most másképp felfogni. Szoktak tőled egyébként ezzel kapcsolatban normálisan kérdezni? Tehát nem gúnyolódóan, hanem tényleg olyanok, mint például én, hogy próbálnál teríteni, hogy akkor most mi újság? Kérdeznek tőled ezzel kapcsolatban. Szoktak. Igazából... Meg a... is szokták érteni? <laughs> hát az egy másik dolog, de... Az a másik dolog, igen. Igen. Az, az egy másik ügy, hogy megértik, hogy -e, nem. Azt a stratégiát alkalmaztam, így az évek során, mivel rengeteg hozzászólás érkezik, meg üzenet, meg e-mail, meg mit tudom én mi. Aki nagyon messziről érkezik, a aki negatívan áll hozzá, arra nem is válaszolok, csak letiltom, és akkor azzal megszabadulok rengeteg problémától a jövőben. Úgyhogy ezért van az, hogy, hogy rengeteg hozzászólás lenne, de nem látszik, mert én egyszerűen csak letiltom azt, aki, aki bármiféle módon negatívan áll hozzá. Én már meg elmagyaráztam, több mint száz videó van ez, erről a témáról az oldalon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nagy kérdéseket én már megválaszoltam. Ha, ha valaki ezek után kételkedik, akkor most miért is veszegetném az én időmet, meg az övét arra, hogy, hogy ezzel foglalkozzak? Ha valaki őszintén érdeklődik, ami azért viszonylag ritka, akkor viszont én hajlandó vagyok elküldeni egy-egy specifikus videót, vagy lejátszási listát, és akkor. Ha, ha valóban érdekli azt az embert, akkor, akkor né, megnézi, és akkor, akkor abból le tud szűrni bizonyos dolgokat, ami választhat a kérdésére. Úgyhogy van, persze, sőt, nem azt mondom, hogy rengeteg, de, de előfordul. Igen, ezzel egyébként én is így vagyok a negatív kritikával, hogy nagyon sokszor megkaptam elég sok embertől, hogy én törlöm a negatív posztokat vagy kommenteket nem bírom a negatív hozzászólást, meg csak az én véleményem. Ott ez nem igaz, én nagyon sokat meghagytam. Én úgy vagyok vele, hogy aki intelligensen meg tudja magyarázni, vagy meg tudja fogalmazni magát, és az ellen véleményét, azzal nekem nincs az égvilágon semmi bajom. De az, hogyha valaki úgy kezdi a mondatát, hogy anyád, meg édesanyámnak a, <laughs> Igen. az életéről beszélget, meg ilyesmi, tehát ezeket belevonja, akkor azzal igazából, ahogy te is mondtad, hogy nincs semmi Ok arra, hogy beszélgessek vele, mert annak igazából Igen. akármit mondhat az ember, ő úgy fog hozzáállni, hogy. Pontosan. Hogy az elején. Az a, az a teljesen fölösleges. Most fölösleges még, még ennyit hozzátennék ehhez, hogy a negatív komment, így vagy úgy. Arról nincs szó, hogy én nem bírom a negatív hozzászólásokat. Ha őszinte akarok lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdekel. Úgy értem, hogy, hogy lepereg. Azt mindenki el tudja képzelni, hogy mennyien érkezett a, az évek során. Szóval még mindig itt vagyok, hogy nem őrültem meg, úgyhogy nem érdekel. Viszont még annyit hozzátennék, hogy még egyelőre abban a világban élünk, amikor az ember elmondhatja azt, amit gondol. Attól az úgy, hogy, hogy mindenféle cenzúra nélkül. Mármint Már ez sem minden. Ez minden nem igaz, te... de de még inkább de... ilyen 80% még az. Igen, én úgy értettem. Szóval, hogy elmondhatja. és ez az én csatornám. Én vagyok az, aki üzemeltetem. Én hoztam, léptette meg a tiédet. Azt a helyzet, hogy én vagyok az, aki meghozza a szabályokat. Szóval, ha én nem akarok válaszolni valakinek a hozzászólására, nem fogok. És most ezt nem nagy képviségben mondom, hanem kell, hogy legyen valami rend, és az embernek fel kell állítani egy házi rendet. Különben annyira sok munka lenne ez az egész, hogy lehetetlen lenne bírni. Szóval az, arról fölösleges beszélni, hogy, hogy, nincsenek ott az ellenvélemények, vagy, vagy ez demokrácia, meg ilyenek. Egyszerűen minek lenne ott? Az ellenvéle, mint a világ képviseli. Azt tanuljuk az iskolában, az ömlik a tévéből, a filmekből. Úgyhogy még azt minek hallgassam itt újra és újra, hogy de a gravitáció, meg ez egy geoid, nem egy gömb, meg ilyen dolgok. Ezeket ismerjük. Meg a livestream, néz, meg a livestreamet, meg ezek a dolgok. Ezeken már túl vagyunk. Szóval, ha valaki ezen a szinten van, akkor egyszerűbb attól megszabadulni, és akkor, ha, ha tanulni akar, el fog jutni oda, hogy megértés, aztán esetleg visszatér. De addig az idő az, az azért az drága. Az előző témával kapcsolatban illetve ellentétben, tehát még az új világrendet ugye úgy építettem fel, hogy igazából az ilyen égitestek lettek volna elsősorban, amire így kíváncsi lettem. Hát próbálok olyan kérdéseket feltenni, amiket ugye legtöbb ember felszokott tenni, tehát az ilyen általános kérések ezzel a témával kapcsolatban, okay. hogy az égitesteket hogyan, hogyan tudnád megmagyarázni lapos föld, uh -huh. lapos föld hívőként például a nap és a hold mozgását. Mi az a reggel, hogyan keletkezik a reggel, hogyan keletkezik az este, mert ezek az égi testek ezek hogyan változnak? tehát, hogy megy végbe az a. esemény, mert nem is tudom említetted, hogy nem kering a föld körül, hanem távolodik, közeledik. Oké, Mindjárt, majd akkor elmondod. Oké, szóval én szerintem ez sokkal egyszerűbb kérdés, mint ahogy ahogy ezt Mondjuk a, a legtöbb ember ezt elképzeli ezt az egészet, hogy, hogy most akkor, akkor ezt nem lehet megmagyarázni csak úgy, ahogy ahogy azt nekünk, nekünk mondják. Ez csak egyszerűen azért van, mert mindenkiben ez a program él. A legtöbb ember azt gondolja, hogy nem lehet más variáció csak az, amit, amit nekünk mondanak. Ragaszkodnak hozzá. Uh -huh, pontosan, mert. Nem is probléma, én megértem, hogy, hogy ragaszkodnak ehhez, mert, mert mindannyian megkaptuk ezt a programot, és, és ebből nagyon nehéz kiszabadulni. De a lényeg az, hogy sokkal, sokkal egyszerűbb rendszer, amit én próbálok bemutatni, meg akkor inkább úgy fogalmaznék az, ami van. Hogy van egy felület, ami mi élünk, ez fölött léteznek, amiket az emberek úgy hívnak, hogy hát nem tudom, bolygók, de Tulajdonképpen ezek égi testek. Most én megmutatok néhány videót ezzel kapcsolatban így a képernyőn, amin persze meg lehet magyarázni így is úgy is, hogy ez a légkör okozza, meg a mit tudom én, milyen atmoszféra, meg ez az, a, az, meg torzít, meg messze van, meg stb. De a lényeg az, ha egy kép, egy felvétel bizonyíték, akkor itt van, én, én prezentálok egyet, és akkor. Ez egyáltalán nem úgy néz ki, mint amit nekünk előadnak. Ezek, ezek egyáltalán nem úgy néznek ki, mint égi testek, amikre le, le, le lehet szállni. És szerintem mindenkinek persze most beszélhetünk a csillagokról, a napról, a holdról. Nem tudom, hogy melyik az, amiről szeretnél konkrétan esetleg, vagy melyikkel kezdjük, mert azért elég sok dolog felmerül. Akkor kezdjük a kisebbben, aztán megyünk ugyan nagyobbhoz, mármint hogyha a méretek itt jelentenek valamit. Tehát általánosan, hogyha a hold a kisebb, akkor kezdjük vele Oké. Okay. Megpróbálok keresni akkor egy felvételt a holdról, és közben azt megmutatom, de képzelj mindenki azt, egyrészt felejts el azt a rendszert, amiben vagyunk. Másrészt pedig képzelj mindenki azt, hogy mint egy, mint egy planetárium, ha valaha volt már valaki planetáriumban, akkor képzelj el azt. Mi állunk, és föl, fölöttünk ez az egész rendszer, amit mi úgy ismerünk, mint az égbolt, ez kering, és... Ez az, ami tulajdonképpen egy óra és naptárrendszerként lett felállítva a teremtő részéről a számunkra, hogy képesek legyünk az időt valamilyen formában mérni és, és tartani és rendezni az ő beosztásának beosztásához. És ez ugyanígy működik a gömb modellen is, ugyanis mi az órát, a naptárt az ezekhez az égi testekhez alakítjuk. És ez egy elég bizarr elképzelés szerintem, hogy ez a véletlen műve. Hogy mindezek a dolgok csak egészen véletlenül úgy alakultak, hogy volt egy nagy boom, és akkor utána minden csak puff így összeállt, és kialakult abból egy ilyen rendszer. Ez érthető, ez elég abszurdnak tűnik számomra, hogy ilyen véletlen, véletlenek nincsenek. Szóval miért pont ez lenne véletlen ez a, ez a jelenség, meg ez a rendszer? Én úgy képzelném el ezeket, mint lámpák, különösen a, a holdat. Ha már a holdról volt szó, a hold olyan, mint egy lámpa. Azt kérdezik a legtöbb, hogy hogy, működ, hogy van a hold fázis, meg hogy van a hold fogyatkozás. Mi van akkor, hogyha a hold, mint ahogy van, szerintem, a hold az olyan, mint egy lámpa, aminek van több fázisa. És akkor azt ki lehet kapcsolni azokat a részeket, meg be lehet kapcsolni. Tudom, hogy ez bizarú Bocsánat, de nem akkor a holdnak saját fénye van? A holdnak saját Tehát fénye van, persze. Nem a nap világítja meg, és azt tükröző vissza, nem saját fénye van? Nem, a nap is megvilágítja, van a bizonyos napszakok, amikor ez egyértelmű, ez vitathatatlan. Például nappal, amikor látszik a hold és a nap az égen, én erről is föltettem néhány videót, akkor egyértelmű, hogy a nap rávilágít a holdra, de éjszaka nem világít hat rá. Szóval azt megbeszéltük már videókban, hogy a teli hold nem lehetséges egy gömbön, mert onnan kéne, hogy világítsa, ahol vagyok, de ott a föld van, szóval nem világíthat át rajta. Én értem, de a hogy... Napelvileg, a nap feljebb van, tehát hogyha a hold szemben, úgymond szemben van, még hogyha feljebb is van a földtel, és az fölött van a nap, akkor úgy rá tud alatta fölötte, föld alatt és föld fölött világítani, hogy azt visszatükrözze. De akkor mi nem látnánk úgy, mint egy teljes kör, nem? Mert akkor valamilyen Meg, ezt, akkor, szóba... meg akkor, akkor valamilyen szinten a fénynek a semmiben meg kell törni, -e, ahhoz, hogy azt a felületet világítsa meg, amit mi látunk. Ezt mondom, pontosan, hogy ha alulról vagy felülről világítja, akkor nem világíthatja meg, mint egy, egy teljes kört, és akkor hogy lehet az, hogy körbe van? De miért nem egyszerű elképzelni azt, hogy ez csak egyszerűen egy lámpa, aminek van 14 fázisa, és ezt kikapcsolom, meg bekapcsolom, az kész. Mikor mint... az a saját fény az miből eredhet? Ezek, ezek égi testeknek hívják, nem véletlenül. Ezek, ezek, a világ... ezek valójában nem, nem fizikai dolgok? Egyáltalán nem. Ez ugye azt megbeszéltük, hogy akkor nem bolygók, de akkor nem is fizikai dolgok. Nem, ez, ez egy... Egy elektromos Aha. töltések, vagy kivetülés, vagy is, ilyesmi? Figyelj, igazából nem tudjuk, szóval spekulálhatok, hogy, hogy szerintem mi ez, de én azt tudom, hogy nem az, aminek, aminek ezt mondják. Az biztos, hogy nem lehet rá leszállni, nem olyan messze van, nem olyan nagy, és nem abból az anyagból van, amiből nekünk mondják. Az, hogy a tudomány ezt képes megmagyarázni, az, az egy bonyolult dolog, hogy az miért lehetséges, de az egy másik beszélgetés akkor ezek szerint. Én azt akarom mondani, hogy az a fantázia világ, amit most a képernyőn lát mindenki, ezek a uránusz, ilyen kék, meg ő egy gáz, gömb, vagy vagy szaturnusz, meg ezek a dolgok, ez, ez, ez a fantázia szüleménye. Ez, úgy értem, hogy nem csak én mondom, hogy ez a fantázia szüleménye, ezért készítettem ennyi videót, hogy megmutassam, hogy ezt elmondják nekünk, hogy ez... ez ez nem a valóság. Ezek, ez mind-mind kivétel nélkül számítógépek generált rajzok. ilyen nem létezik a valóságban ezek a dolgok. Persze én azt elhiszem, hogy így néz ki ezeken a képeken, vagy bizonyos felvételeken, de az nem jelenti azt, hogy ez így van. Ezért mutattam be mondjuk a hologram videókat, hogy attól, hogy mi látunk valamit, az nem azt jelenti, hogy az ott van, vagy az olyan, vagy az az, aminek mi gondoljuk. Érdekes. Meg ha valaminek nem látod a hátulját, mint például a Holdnak is, uh -huh. akkor nagyon sok mindent oda lehet magyarázni. És meg azt is elhiszik az emberek, hogy Földön kívüli bázisok vannak a Hold másik oldalán. nem, az emberek hajlandók elhinni bármit, csak a valóságot nem úgy tűnik egyelőre. És ugye azt is már az előző videóban, meg, sorozatban megbeszéltük, hogy ők meg ezzel röhögnek. Hát figyelj, persze, mert ez nevetségesé van téve. Úgy, úgy ahogy a, az óriások, mint amit videót csináltál most, ha jól láttam, vagy amit, amit én csináltam nemrég, én azt próbáltam elmagyarázni az embereknek abban, hogy ez, ez szándékosan így van kitalálva, hogy a mese az a valóság, a valóság pedig egy mese. Így a legegyszerűbb elrejteni a, az igazságot. Ha, ha közel van a nap, és kisebb, mint a Föld, akkor azt kell hazudni, hogy nagyon messze van, és óriási. Így a valóság az nagyon messze kerül, a, az általunk megélt valóságtól. Szóval az út nagyon nagy, amit meg kell tenni, és ez mindennel így van. Ez a legegyszerűbb módja. A legnagyobbat kell hazudni, és akkor kerül az emberiség a legmesszebb a valóságtól, szóval a legnagyobb az út. Azért mondják azt, hogy mi majmoktól származunk, vagy hogy ez egy óriási gömb és forog. Na mindegy, nem akarok elkalandozni, de a hold az egy lámpa tulajdonképpen úgy, mint ahogy a nap. Most azt, azt el, el akarunk kerülni, hogy túl sokat hivatkozzak a az írásokra, vagy az úgymond Bibliára, mert tisztán mondjuk azzal, hogy az emberek nem fogadják el azt már különösen sajnos a fiatalabb generáció, hogy az abban bármiféle valóság van, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlen, hogy az nevetségessé van téve, és az az egyetlen dolog, ami nevetségessé van téve. Lassan minden elfogadhatóvá válik, csak az nem, ami le van írva abban a könyvben, és ez gyanús kellene, hogy legyen mindenki számára igaz, az ugye minden eleinte úgy volt, hogy nem fogadták el, nevetséges volt, és akkor most hirtelen, jó, akkor fogadjuk el az ő dolga. Kivéve ugye a Bibliával. Igen. Ez a tényleg nagyon sokan úgy vannak, hogy kigúnyolják. De az, az egyeteművé teszi, hogy ezek, ezek világító testek, ezek azért vannak ott egyébként, po pontosan leírja az írás, hogy miért vannak ott, ez egy naptár rendszer. Ezért van az, hogy a, a hold... A, meg a nap, hogy ez mind kiadja nekünk úgy a napokat, a heteket, a hónapokat, az éveket. Ezeket mi még mindig e szerint számítjuk. Ez nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a véletlen műve. Szóval a hold az egy lámpa, aminek vannak fázisai, amit fel lehet kapcsolni időről időre, hát napról napra. És akkor az mutatja nekünk az időt. A nap kering e fölött a, jó, most hívjuk laposföldnek, e fölött a rendszer fölött kering. Sokkal kisebb, sokkal közelebb van. Ezt is bemutattam videóban, hogy ahogy távolodik a nap, úgy egyre kisebb lesz, nem azért, mert mi elkeringünk tőle, hanem egyszerűen kimegy a mi látómezünkből. Ezt megmutattam a látóhatár, hogy meddig lehet ellátni abban a videóban, hogy egyszerűen nem láthatunk el a végtelenségig, mert van egy korláta annak, hogy mekkora szögben tudja felfogni a szem a beérkező sugarakat. Hogyha ez egy bizonyos szint alá csökken, akkor a szem egyszerűen nem fog látni. És ez egy szög perc, ami nagyjából azt hiszem két század fok, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy képzelje el mindenki azt, hogy a áll, és a nap távolodik, és távolodik, és egyre messzebb kerül, így a beesési szöge egyre kisebb lesz. És hogyha ez egy bizonyos szint alá csökken, akkor már nem fogjuk látni, és egyszerűen eltűnik akkor is, hogyha az még mindig ott van, nem tudjuk látni. És mi újság a nappal? A nap, az hasonlóan a holdhoz, egy égi test, ami, ami ugye nagyvilágítónak hívja az írás, ő a fő világító test, és ő az, ami meghatározza az évszakokat nyilvánvalóan. Hogyha belegondol mindenki, akkor egyértelművé válik, hogy a nap az, ami az életünket szabályozza. A naphoz kapcsolódik például az, a rendszer, amiből mi az élelmünket nyerjük. Szóval, ha nincs nap, akkor egyszerűen csak nem fogunk enni. De, hogyha a szinkron megszakad a mi rendszerünk és a nap körforgása között, akkor szintén fennáll ez a probléma. Most a legtöbb ember azt gondolja, hogy a tojás az egy dobozban van, és azt csak meg kell venni a szupermarketben, ugyanúgy, hogy a, a csirke szárny az egy zacskóban van. Vagy, meg a kakaó a barna tehén. Ja, meg, meg a kenyér lehet fánterem, de a valóság az, hogy ezeket a dolgokat mindet elő kell állítani, és ezek összefüggésben vannak a nap mozgásával. Ha nincsen mezőgazdaság, akkor nem nemcsak, hogy nem lesz kenyér, hanem az állatot sem lehet etetni, tehát nem lesz állati termék. Szóval a mi életünk hozzá van kötve a naphoz. Az egy óriási véletlen lenne, hogy ez az egész rendszer csak így puffa semmiből előáll. Ez szerintem mindenkinek meg kellene fontolni, hogy ilyen véletlenek nem léteznek, hogy ez csak úgy egyszerűen így összeáll. De mi okozza például azt, hogy uh -huh. ha leégek a napon? Hát a napnak magát az erejét, a sugarait, és ugye vannak ezek a például ezek a gamma sugárzás, vagy nem tudom, minek uh -huh. hívják most konkrétan, hogy a napnak a káros sugarai Nyáron vannak olyan időpontok, amikor nem ajánlják, hogy a napon tartózkodj. Uh -huh. Ezeknek van igazság alapja, vagy ez is ilyen bebeszél dolog? Hát, hogy a leégés az nyilván nem, mert szerintem már azért mindenki tapasztalta ezt a jelenséget. Természetesen én nem azt mondom, hogy, hogy minden hazugság, vagy hogy a tudomány nem képes megmagyarázni a dolgokat erről, igazából soha nem volt szó. Ezek a jelenségek léteznek. Az, hogy azért van-e, amit nekünk mondanak, Gondolom, hogy bizonyos esetekben előfordul, hogy, hogy ez valóban úgy van, azért van, amit mondanak, de én kicsi esélyt látok erre. Én szerintem egy idő után mindenben kételkednünk kell, hogyha ha egyre másra derülnek ki a dolgok, hogy azok hazugságok, akkor mi az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy jó, akkor, akkor én mindent kételkedve fogok fogadni mostantól. Mint hogyha én elkezdek hazudni neked, Melyik az a pont, amikor azt fogod mondani, hogy jó, akkor én mostantól mindent meg fog kérdőjelezni, amit mondasz nekem. Ez így lenne két ember közt. Ez így kéne, hogy legyen a, a rendszer is, és a, az egyén között is. Mindenki, aki hallgatja ezt a műsort, tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy a, hogy a politikusok korruptak legalább ennyivel. Nem? Hogyha korruptak, az azt jelenti, hogy, ha, hogy hazudnak és lopnak. Ha valaki lop és hazudik, akkor mi a határa annak, amit az amit az ember képes, mi, mi az, miért bízzak meg benne az oktatási rendszert illetőleg, a szavazást, a választásokat illetőleg, vagy vagy a gazdasági rendszer, vagy bármi, amit mond, miért is? F Főleg bízz... annak a generációnak fontos nagyon, aki azért már idősebb, ilyen nagyszülőknek például, ilyen 50-60 éveseknek, akik már átéltek nagyon sok rendszerváltást, vagy mm -hmm. politikai váltást, és hogy ő, igazándiból mindegyiknél ugyanaz volt nagyjából a tapasztalat, hogy ez is lop, az is lop, az is lop, és még nagyon sokan még reménykednek, hogy na majd a következő nem fog. Egy ilyen álomvilágban ringatják magukat, hogy ott igazándiból most már nagyjából a hülye is látja, hogy Igen. Hát ennek az egésznek ugyanaz a lényege, ugyanaz ismétlődik folyamatosan. Pontosan, hát figyelj, igazából ezt hogy őszinte legyek, ezt én, én egyszer szavaztam, 98-ban akkor szavazottam először, és az volt az utolsó, amikor én vettem a szavazáson, világossá vált, hogy ez egy hazugság. Úgy értem, hogy mint a nap, olyan világossá vált. Azt nem értettem, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy felnőtt emberek nem veszik észre azt, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy melyik van hatalman itt, újra, újra ugyanazok a dolgok ismétlődnek, akárki is a hazugság megmarad, csak más ember hazudik, de. Visszatérve a, a, a Föld alakjához, meg ehhez az egész égitest dologhoz, még annyit hajtja hozzá, hogy ha valaki töpreng azon, hogy mi ennek az egésznek az, az értelme, vagy hogy ez miért történik. Én szerintem az egy sokkal érdekesebb kérdés, amit, amit lehet, hogy boncolgatnia kéne mindenkinek, és megtalálni a választ arra, mert szerintem az a kulcskérdés. És hogyha ha engem kérdezel, vagy bárkit is érdekel, hogy szerintem miért, akkor egyértelmű. Az pedig ugyanaz, mint a többi hazugság. Az igazságot el kell rejteni az emberek elől. Mert az igazság az, hogy az ember az igenis fontos ezen a helyen, ahol élünk. Létezik egy teremtő, aki az embert létrehozta, és őt érdekli, hogy mi van velünk. Neki megvannak az elvárásai velünk szemben, és aki nem a szerint él, azt ő nem fogja a végén elfogadni. Nem arról van szó, hogy nem szereti, arról van szó, hogy nem fogadja el, mint ahogy én is szeretek mindenkit, csak nem akarok mindenkivel időt tölteni, mint ahogy te sem. Egy kedves barátom mondta ezt a példát, vagy hát ilyen hasonlatot, hogy az emberek azok nagyon ragaszkodnak a földi dolgokhoz, hogy az ilyen telefonok, számítógépek, minden ilyen eszközökhöz, viszont hogyha az igazság a szemük láttára megnyílna, tehát tisztában lenne minden ember tényleges igazsággal, akkor azokat a dolgokat úgy dobnák el, mintha sose lettek volna. Így van. Mintha nem is léteztek volna, mert ez egy olyan fájdalmas igazság lenne szembesülni az embereknek a tényleges igazsággal. És lényegében ez, ezt azért akartam kihozni, vagy arra akartam kiukadni, hogy ez az oka annak, hogy eltitkolják, mert ők is tisztában vannak vele, hogyha az emberek tudnák ezeket a dolgokat, akkor nem lennének olyanok, amilyenek? Ez a lényeg. Pontosan ez a lényeg. Másik Mert ugye feltették elég sokszor a kérdést, hogy hát ennek mi a célja, mi a, mi a lényege annak, hogy eltitkolják az igazságot. Mi a lényege annak, hogy azt mondják, hogy gömb alakú a Föld, vagy geoid alakú a Föld, nem lapos? Hát mégis És mi akkor? akkor mi, mi az, amire mire gondolsz te? Én er elsősorban arra gondolok, hogy ha geoid a Föld, akkor nagyon sok olyan dolgot lehet bemagyarázni, ami ellentmond a Bibliának, ellentmond az igazságnak azzal kapcsolatban, hogy például megnyílik egy csomó mindent. Tehát most, ahogy alakul a Föld, akkor lehet, hogy vannak más bolygók is, más bolygókon élők is, más civilizációk, és hopp, már is létrejött egy olyan hitvilág, hogy Földön kívüliek. Itt konkrétan erre tudok gondolni. Abszolút, természetesen. Hát, és akkor ezzel már távolabb vitték az embert az igazságtól. Így bármiben, csak abban nem, ami van. Így van. Én, én teljesen teljes mértékben ezzel értek egyet. Én úgy gondolom, hogy amikor én ezt megértettem, ezt az, a lapos föld volt egyébként az a dolog, ami, ami, engem elhozott a világtól erre az útra. El kell, hogy mondjam. Úgyhogy én tudom, hogy ez egy fontos dolog. Nem lehet azt mondani, mint amit a legtöbben mondanak, hogy jaj, teljesen mindegy, hogy gömb, vagy lapos, vagy kocka. Hogy lenne már mindegy? Hát, hogyha Holnap ki előállnának, hogy ó, hát figyelj, hazudtunk, és a, a Föld nem gömb, hanem ez valóban egy lapos rendszer, és ez egy zárt rendszer, és ezt valaki tervezte, akkor az nem csak egyszerűen, a, ki az, aki utána csak azt mondani, hogy á, oké, nagy kaland, megyek tovább, azt megyek dolgozni, és akkor nem történt semmi? Hát ha ez kiderülne, akkor, akkor gyakorlatilag világossá válna mindenki számára, hogy ez az egész egy hazugság. Olyat nem lehet véletlenül mondani, hogy a Föld egy gömb, ahelyett, hogy lapos, ráadásul egy egész oktatási rendszert építeni rá, sőt, egy egész életfilozófiát, amit mi, illetve az egész világ követ, ez minden erre épül, hogy az ember az egy véletlen baleset, vagy inkább azt mondanám, hogy rengeteg véletlen baleset eredménye, és igazából semmi célja az ember életének, mert teljesen mindegy, hogy jobbra megyek, vagy balra. A végén úgyis része leszek a nagy egésznek, ami a kozmosz, meg az univerzum, mert én csak csillagpor vagyok, és aztán visszatérek oda, és semminek nincs következménye. Mi van, hogyha ez nem igaz? Én egyébként nem hiszek a Földön kívüliekben, számomra pontosan ez miatt is mindegy az, hogy hogy néz ki a Föld. Meg hogyha tényleg lenne egy ilyen, hogy bejelentik, hogy hát hazudtunk, lapos a Föld. Én, ahogy ahogy mondtad, én nem, igazán nem, nem lepődnék meg. De jelenleg nem tudok állást foglalni ebben a témában, úgyhogy most melyik, melyik. Uh -huh. Teljesen tartózkodok. Egyiket se hiszem el, inkább úgy mondom. Uh -huh. Mi az, amit hiszel akkor? Ez, ezzel kapcsolatban nem tudok állást foglalni. Uh -huh. Úgyhogy nem is tudok nagyon mit én mondani. Csinál. Valamilyen formája biztos, hogy van, de én nem tudom <laughs> megmondani, biztosan. hogy milyen, mert nem láttam. Uh -huh. Sok minden utal arra, hogy geoid, de nagyon sok minden utal, kb. Ugye egy arányban van a kettő. Nagyon sok minden utal arra is, hogy lapos. Uh -huh. Mi De viszont a... azt a... le szeretném szögezni mindenképpen, hogy én nem vagyok a tudomány embere, meg nekem nem lehet így. Tehát nekem nagyon sok olyan barátom van, akik egyetemisták, azért nagyon értenek ezekhez a dolgokhoz, én mondtam nekik is, hogy nekem ilyen matematikai egyenleteket, meg ilyeneket hiába mondtok, mert csak azért, mert okosnak tűntök, ezekkel Igen. én nem fogom elhinni, mert én nem értek hozzá, nem értem, hogy mit mondatok. Igen. Nekem ilyen nem lehet megmagyarázni. Én akkor tudnám, hogyha tényleg felmennék, megnézném, hogy néz ki, akkor azt mondanám, hogy jó lapos vagy geoid, így néz ki, mert láttam. De nem láttam, nem tudok állást foglalni ebbe a témába. Értem, értem, Végül is én is hasonló, mondjuk annyiban, hogy én, elhiszem azt, hogy le van írva, és az egyértelművé teszi, hogy mi a helyzet, de ak akkor ezek szerint azt feltételezzük, hogy azok a képek, amiket látunk, az nem a valóság. Én ugyanúgy nem hiszem el őket. Persze. Ahogy, ahogy te sem. Tűzte Értem, értem. Mi az oka? Minek? Miért nem hiszed el? Hát mert látom azt, hogy számítógépek generál. Hát én nem vagyok nagy zseni, de én is simán összedobnék szerintem egy ilyen felvételt. Látszik, látszik azt, hogy meg miért csinálnak animációkat például az űrben, amikor ott van a felvétel. Hát, ha megvan a felvétel, akkor miért animálnak? És miért adják el az animációt? Ugye nagyon sokszor vettem már észre azt, hogy ilyen dokumentumfilmekben, hogy. Nem is említik meg azt, hogy ez egy animáció. Uh -huh. Már annyira hülyének nézik az embert, hogy már el akarják velük azt is hitetni, hogy az animáció a felvétel. És Igen. nagyon sok ilyen eset van. <laughs> okay. Akkor ez a, ugye volt egy ilyen videó is a, a földkelte, tehát a holdról ugye Igen. videózták, hogy hogyan kell föl föld. Ott is elég sok ilyen érdekes dolgot tapasztaltam. A a gyorsaság, a távolság, nem stimmelt. Próbálták azt is egyébként megmagyarázni barátaim, de mondtam, hogy nekem ugye milyenek kellene próbálkozni, ilyen matematikai dolgokkal, mert... Igen. Egy hogy nem az erősségem, meg nem, nekem így nem lehet. Uh-huh, uh -huh. Én nem tudom. Sőt, hát én egyet is értek, igazából egy kép amúgy sem lehet bizonyíték, szóval én nem azért játszottam le, vagy szoktam lejátszani ezeket, hogy én, én nem akarok bizonyítani semmit, mivel nem, nem tudok. Szóval el kell ismernem, hogy én soha nem fogom tudni bebizonyítani azt, hogy a föld lapos, vagy hogy óriások léteztek, de az a helyzet, hogy nem is akarom. Én csak azt akarom megmutatni az embereknek, hogy mi az, amiben én hiszek, és miért van az. A lényeg az, hogy akik nyitottak arra, hogy gondolkozzanak, azok gondolkozzanak el rajta. Így van, így van. Én, én nekem végül is mindegy, hogy ki miben hisz. Én csak azt szeretném, hogyha azt megérteni mindenki, talán ez a legfontosabb az egészben, hogy a lapos föld, egy, egy zárt rendszer, amit egy dóm vagy egy kupola borít, az az feltételezi azt, hogy annak van egy tervezője, ez egyszerűen csak így van. És hogyha megértjük, hogy ez, ez a rendszer az, amiben élünk, akkor onnan csak egy lépés, hogy az ember megtalálja ezt a tervezőt, aki tulajdonképpen a teremtő, vagy Elohim, vagy Istennek hívják szerintem a legtöbben. És hogyha ezt megértenék az emberek, akkor megértenék azt, hogy ők, nekik van jelentőségük, ők fontosak, és nekünk van egy küldetésünk az életben. Mi nem csak vagyunk, hogy azért, hogy dolgozzunk, meg együnk, meg, meg gyűjtsünk egy lakásra, meg egy autóra, legyen egy gyerekeink, aztán kész, mint ahogy a legtöbb ember éli az életét, hanem ennek van egy célja az életnek, van egy, van egy lényeg, egy eszenciája, és a teremtő megmutatja azt nekünk, és mikor valaki ezt megérti, és elkezd járni azon az úton, az egy olyan életforma, és egy olyan élet, ami, amihez nem lehet hasonlítani a, Karrierépítést, vagy a sportpályafutást, vagy a családot, vagy semmi mást. Az egy, az egy teljes élet. És én e, ezt szeretném megmutatni az embereknek inkább, hogy ehhez eljussanak, mint sem ahhoz, hogy lapos a Föld, vagy nem. Rengeteg ember van, aki tudja, hogy lapos a Föld, és mégis rossz úton jár. És csak egy lépcsőfok ebben, a, ebben az utazásban, hogy rájön az ember, hogy a Föld lapos, vagy sem. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és salom!